Képzeld el, Dóri, kitaláltam egy mesterművet, amit még a legprofibb séfek is megidigelnének. És elmondod, hogy mi az? Nem, inkább megmutatom. Szükségünk lesz hozzá olívabogyóra, kenyérre, vajra, sajtra, uborkára és szalámira. Rendben. Kezdjük azzal, hogy kiveszünk egy kenyeret, és így átlósan félbevágjuk. Aztán gondolom megkenjük vajjal. Úgy bizony, kend meg vajjal. Mehet rá a szalámi? Mehet rá a szalámi, kettőt rak, és úgy, hogy picit lógjon ki. Uh-huh. Ezután jön egy kis csavar, a sajtból vágj néhány apró, ilyen kis téglalapot. Aha. Aztán figyeld, mit csinálok. Oké. Okay. De figyeld, mit csinálok. Rendben, séfasszony. Figyelj, mert ez egy nagyon fontos pillanat. Most fog megszületni a szörnyecskénk. Szörnyecske? De akkor szem is kéne neki, nem? Hát persze. Annyira azért nem szemtelenek, hogy ne legyen nekik. Ha, ha, ha. Uborkából és olívabogyóból lesz. Én csak egyet csinálok, mert az enyém úgy is eléggé jól lát. Ah, szörnyű vagy. Most miért? De jó. Enyémet úgy hívják, hogy Mr. Gőrszem. Az enyémet pedig kisfogas. Nem is olyan kicsik a fogai. Na, most már együtt meg őket. Uh-huh. Jó étvágyat. Szörnyike. Én lekapom az olivát, tessék. De hát, jó.